Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Lista. A mai videóban lényegében a... Jó, Geri, ne legyél ilyen hülye, légy szíves. Nos, ahogy a témát körüljárva olvasgattam, én úgy láttam, hogy leginkább a pókok és a kabócák azok, amelyek szeretik belemondani az éppen autót vagy más járművet vezető ember arcába, hogy... Megértettük egymást! Ne csapkodjál! Meg! Ne csapkodjál! Előfordult olyan is, hogy Billy a birkózó oktatóját, edzőjét is megcsapdosta egy kicsit. Nyilván ugye nem azért, mert az volt a feladat, csupán csak nem tetszett neki valami, így valamiért azt gondolta, hogy... Mi? És mit? Féltó büntetésed érte! Tudom, hogy én is önző, meg öntelt vagyok, nem is tudom, hogy milyen őbetű szót lehetne még rám mondani. Te ökör, barom, te! De a lényeg nem itten lappang, hanem ott, hogy a macskák ettől függetlenül önzők. Vagy önzőek. Önzők? Látod, Geri, mondtam, hogy idén sem tanulsz meg magyarul. Te ökör, barom! Most nem tudom, hogy ezek a szakértők láttak-e már akármilyen vízi élőlényt, vagy csak nem tetszett nekik a kis hableány, de nyilván minden élőlény olyan formában alkalmazkodik az őt körülvevő környezethez, hogy ez neki megfelelő legyen, így ha valóban léteznek sellők, akkor gondolom, hogy nekik is más a testük, a testfelépítésük, más a bőrük, más a szőrzetük, vagy akármiük, ami van. Például az én bajszom sem olyan, mint egy harcsáé, mondjuk a szám az hasonló nagyságú, de mindegy. Mivel a lány szelleme a kezein vagy a könyökein mászik, és így lényegében furcsa hangokat hallat, ezért elnevezték teke-tekének. Megint más állítások szerint az őt elgázoló vonat hangjának mintájára nevezték el őt így. Ha nálunk Magyarországon lenne ilyen legenda, akkor azt nyik-nyiknek hívnák, és egy már a bódult állapotban lévő talicskát tologató férfiról szólna, aki sörért cserébe minden sittet elvinne a házad elől, és ha nem adsz neki sört, akkor elkezdene kergetni a talicskával, és nyik-nyik-nyik-nyik-nyik-nyik-nyik. Mindemellett maguk az üzenetek nem feltétlenül tartalmaznak olyan dolgokat, amelyek mindannyiunk számára rémisztőek, de nyilván azok, akik ezeket az úgymond üzeneteket kapták, hát nem voltak túl boldogok, tehát itt ne ilyen üzenetekre számítsatok, hogy csokolom, bejöhetek a hátsó ajtón, hanem kb. Olyanra, hogy ki az? Hallod, Lala? Hogy a jó anyádat. Asztat. Na jó, bocsánat, befejeztem. Így ezt a szempontot tekintve úgy gondolom, hogyha valaki macskát szeretne vállalni, tartani, az igenis vegye figyelembe azt, hogy egy élőlényről van szó, amelynek vannak bizonyos szükségletei, és amely nem csak arra a célra szolgál, hogy néha oda menjen hozzá az ember, hogy hajjaj, de aranyos vagy, simi-simi, aztán menjél, amerre látsz, kakkancsál, ahova akarsz, leginkább a szomszéd kertjébe, ajtajába, ablakába, vagy simán csak a járdára, netán a lépcsőházba, és mindezek mellett éjszaka keltsél fel mindenkit. Így Tara meg is kérdezte a munkatársait, hogy nem ők szórakoznak-e vele, és bár nem tudom, hogy igazat mondtak-e ugye a munkatársak, de elvileg nem ők szórakoztak. Joseph, mivel az ágyában feküdt, ezért úgy volt vele, hogy bárki is az majd visszamegy az emeletre, meg egyebek, ám az a valaki ehelyett Joseph szobájának az ajtaja előtt kezdett el mászkálni. Joseph ekkor természetesen felvette a végtelen kesztyűt a gövekkel, csettintett és mindenki eltűnt. Hát legalábbis ezt gondolhatnánk, amelyet egyszerűen kinyílt Joseph szobájának az ajtaja, majd valami megragadta Joseph lábát. És igaza is volt, hiszen az anyuka azt mondta, hogy valakit látott kirohanni Joseph szobájából. Joseph, miért ilyen hülye neveket adok, aki se tudom mondani, ember? Elvileg egy igen neves üzlet, de a lényeg, hogy Wayne betolat ide pont elém. Ezt nem tudom, hogy mit csinál, de hogy vezetni nem tudod, biztos. És ami furcsa volt ebben az egészben, hogy sok esetben ezek a gyerekek olyan tudással, vagy éppen testi hibákkal, meg egyebekkel rendelkeztek, ami valóban arra enged következtetni, hogy ezek a bizonyos emberek, lelkek nem először jártak ezen a földön. Ja, hát 4 évesen én is rájöttem, hogy egy gazdag ember voltam előző életemben, be is mentem a bankba, aztán kértem a pénzemet. Azóta se kaptam meg. Illetve, ha van kedved, akkor majd kukkansd meg a gémes csatornámat is, ahol egyenlőre még készülgetnek a tartalmak, csak nagyon lassan.
bármennyire is hihetetlen volt számomra, de én már láttam olyan macskákat, akiket gazdik hámmal pórázon sétáltattak, a macskák az ül parancsszóra leültek, a fekszik parancsszóra lefeküdtek, a fordulj meg parancsszóra pedig nyomtak egy hátraszaltót, nyilván nem, hanem megfordultak, tehát itt látható volt az, hogy a gazdik nem azért vállalták a macskákat, mert Cirmi, hol vagy Cirmi? Aztán Cirmi erre meg leveri a tévét. Mondjuk ezért én is leverném, mármint a tévét. Vanessánál volt egy ilyen szellemkütyű, amit be is kapcsolt, majd köszönt a szellemnek, utána feltett egy kérdést, és Vanessa állítása szerint a szellem válaszolt is. Mivel Vanessa azt állította, hogy ezt követően további kérdéseket tettek fel a szellemnek, ezért úgy gondolom, hogy Vanessáék nem rémültek meg a szellemtől, sőt Vanessa még jópofának, megmondhatni barátságosnak is tartotta a szellemet. Ja, addig jópofának tartod, amíg haza nem viszed, és azt nem mondja az éjszak, hogy szia Vanessa, itt vagyok. Mondjuk olvastam olyat is, hogy minden szín különféle büntetéssel jár, vannak nagyon durvák, de ha jól tudom, a sárgát például semmiféleképpen nem éri meg választani, viszont az embernek arra is van lehetősége, hogy semmit se válasszon, egyszerűen el kell futni, vagy megmondani Akamantónak, hogy ne zaklass, ne hibogass, engem hagyjál békén. Állítólag ekkor békén hagy és nem bánt, Kessa, aki igazából azt állította, hogy ő közösült egy szellemmel, gondolom tudjátok, hogy mire gondolok, ennek köszönhetően ő mélyen hisz az ilyesféle paranormális dolgokban, hogy őszinte legyek, szerintem elképzelhető a dolog, ugyanis ha tárgyakat tudnak mozgatni a szellemek, ajtókat nyitni, meg csapkodni, fazekakat leverni, meg egyéb dolgok, akkor elvileg be is tudják helyezni, de akkor meg itt jön a kérdés, hogy vajon én is be tudom helyezni, mert ha igen, akkor egy kellemes kis szellemhölgy az igazán megjelenhetne itt a szobámban, szellemférfi az véletlenül sem, mert én nem a suttogótól vagyok. Egyes állítások szerint Douglas az erdőben bujkált és nyulakat evett, ezért is nevezték el őt nyúlembernek, megint más állítások szerint pedig végzett a családjával és ezért nevezték el őt nyúlembernek, szerintem meg azért, mert nagyokat ugrott. Nos, itt is több névvel találkoztam, de most magát a lányt és a szellemét is hívjuk Hanako-sannak. A lényeg, hogy Hanako a japán iskolák WC-iben kísért, olvastam olyat is, hogy csak egy bizonyos iskolában és ott is csak a harmadik emeleten lévő mosdó harmadik WC-jében. Nyilván ennek a legendának is rengeteg változata van, a egyes elmondások szerint, ha odamész a WC-hez és megkérdezed, hogy ott vagy Hanako-san, akkor jön a válasz, hogy hamarosan ott vagyok. Egyébként, mivel a történetekkel kapcsolatban megint nem nagyon találtam neveket, kivéve általában olyanokat, hogy Mackó 04, meg Ugorja Bugyimba BP 115, alsó vonal Lala, ezért ismét én láttam el nevekkel a történetekben szereplő illetőket. Ha jól tudom, akkor az első részben ilyen random átverések, a második részben halloweeni átverések, ebben pedig ugye április 1-jei átverések szerepelnek. Hú, Geri, olyan kreatív vagy, mint egy 3 hetes romlott sajt, ami beesett a hűtő mögé. Most az említett tanár pánikolva elment az igazgatóhoz, majd elmondta neki, hogy mi is a helyzet. Elképzelhető, hogy az egyik diáknál fegyver van, és mészárlás lesz a vége, ugyanis elvileg arra készül. Erre az igazgató nagyjából úgy reagált, hogy hagyjál már, békén, nem látod, hogy ki sem látszom a munkából, menj, azt tanítsa, menjél már. Mondjuk 2 óra múlva azért vette a fáradtságot és átkutatta az állítólagos fegyveres diák táskáját, ám semmit sem találtak, ekkor a diák azt mondta, hogy már a testvére táskájába rakta a fegyót, majd futni kezdett, a pánikoló tanárunk, aki már teljesen ki volt idegileg, meg utána szaladt, ám végül kiderült, hogy soha nem volt fegyvere ennek a bizonyos diáknak, ám esze volt ahhoz, hogy minden tanárt kikészítsen idegileg, és állítólag ezt mindig meg is tette. Nem tudom, nekem már akkor behívták a szüleimet a suliba, amikor menzán túlsóztam a levest, és nem ettem meg. Egyszerűen nem értem, hogy az ilyen diákokkal, gyerekekkel miért nem lehet kezdeni valamit, vagy akkor meg szevaszt kell neki kinteni, azt menjél haza, tanuljál otthon boldog is danyádat meg apádat, azt legyél büszke magadra, mint egy túlsózott húsleves. Avagy mint egy túlsózatlan, az se jobb. Nos, én úgy gondolom, hogy maga a lélek csupán érezni tud, gondolkodni nem, így ha egy lélek valóban újjá születik, akkor emlékeket nem fog magával vinni, magával hozni, tehát nem lesz olyan, hogy a Rozi néni mérges volt rám az előző életemben, vagy éppen megbuktam 10-ben, aztán az egész család szégyenkezett miattam, mert akkora csicska vagyok, vagyis ugye voltam.
Nos, ennél a történetnél azt olvastam, hogy a munkaadó igenis felelősségre vonható azért, amiért becsapta, átverte az alkalmazottját, tehát fizetnie kell, de én ennél a pontnál azt nem értettem meg, hogy az ilyen tréfáknál hogyan lehet úgy felháborodni, hogy... Nos, az egyik pincérnő megtolta a melót, és nyert is, ám a vadonatúj Toyotáját már nem nagyon tologathatta, ugyanis a főnöke egy játék Jodát adott neki. Itt nyilván angolul volt a poén, ugye a Toyota igencsak összekeverhető a Toy Jodával, ami magyarul lényegében egy játékbaba Jodát jelent. Mondjuk nálunk magyarba is lehetne ilyet, kivinnéd a pincérnőt a pottyantóshoz, és megmondanád neki, hogy Toy oda. Hú, mert nagyon vicces kedvembe vagyok, gyerekek. Ha-ha. Talán nem lepek meg senkit sem azzal, hogy ezek a bizonyos jövendőlések továbbra is a francia származású Nostradamustól és a bolgár származású Baba Vangától származnak, mivel ők legnagyobb részt rébuszokban beszélnek, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a jövendőléseiket mindenki másképpen értelmezi. Lényegében ez azt jelenti, hogy ők azt mondják, hogy bli-bli-blu-bla-bla-bla-bla, és mindeközben az azt jelenti, hogy hát Geri az 2024-ben sem fog túl sok videót csinálni, de most már tök mindegy. Harmadik, Muhuru. Kezdjük ott, hogy a Muhuru egy olyan állítólag fentmaradt dínó, amely szintén Afrikában, azon belül is Kenyában található meg, legalábbis ugye ott történtek észlelések. Maga a dínó egy a képen is látható Stegosaurusra hasonlító lény. Időközben egyébként rendesen elképzeltem, hogy ez a dínó Japánban él, és ha valaki találkozik vele, akkor azt mondja, hogy Haru Muhuru, Asinjio Sangra, vagy valami ilyesmi. Igazából ennél a videónál arra szerettem volna fókuszálni, hogy olyan jövendőléseket szedjek össze, amelyek mondhatni teljesen leírták a későbbiekben bekövetkezett eseményeket, tehát nem olyat például, hogy óriási tűz hullik majd az égből és az emberek félni fognak, mert erre sok mindent bele lehet látni, hanem olyanokat például, hogy a Kovács Béla 2 év múlva biciklivel el fog esni a bányatónál, és tényleg elesik, jó, mondjuk azért ilyen nagyon pontos jövendőlésekkel nem találkoztam, de gondolom azért értitek a lényeget, értitek, hogy mit akartam ezzel mondani, és hát akkor most, hogy ezeket így megbeszéltük, akkor nézzük meg, hogy miket nem hagytam ki a videóból. Ja, várjatok még egy kicsit, egy gyors jövendülés. A videó végére mindenki lájkolni fogja a videót, és mindenki feliratkozik a csatornára. Jól van már, Geri Stradamus. Aki ezt követően a tréfát egy kicsit hát másként élte meg, ugyanis olyan rossz hatással volt rá ez a mondjuk úgy átverés, hogy az esetet követően poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták, hát ilyen szavak után engem is azzal fognak, de mindegy. Valaki vagy valakik azt írták, hogy minden év végén meg lehetne nézni, hogy melyik jövendőlések váltak valaura, hát az, hogy megtanulok magyarul, az nem vált valaura. Továbbra is figyelembe kell tartani, hogy Nostradamus rébuszokban beszélt, így nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a jövendőlés egy egészen más dolgot is takarhat. Szerintetek miről szól ez a jövendőlés valójában? Valójában? Na hát Geri, magyarul nem tanulsz meg, az biztos. Ám egy szakértő szerint az is elképzelhető, hogy egy mutáns krokodilról, vagy éppen egy az előző részben is említett, szintén Stegosaurusra hasonlító dínóról, az Embileuról van szó. Miért nem lehet ezeknek rendes neveket adni, mint egy Godzilla? Ezt legalább kibírnám mondani. Mondjuk a főszereplő csajnak egy óriási, mondjuk azt futóhomokba vagy futó mocsárba is sikerül belesétálnia, ám az apjának, aki már ekkor aligátor, sikerül megmentenie őt. Nem akarok több Mike Rémes kenyeret enni. Ekkor egyébként már tök természetessé válik, hogy az emberek úgy beszélgetnek az aligátorokkal, mintha azok is emberek lennének, mert mintha emberek változtak át aligátorrá, de az, hogy a végén a csaj az aligátorrá változott csávójával neveli a közös gyereküket, az nekem megér egy Mike Rémes kenyeret, esküszöm. Nos, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek, lájkoljátok, osszátok, és esetleg, ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!